Világszerte mintegy egy 1,8 milliárd muszlim ünnepli a Ramadán szent hónap végét jelző ünnepet. A gázai az imák után tüntetők száza is kandáltak a Hamaszt támogató jelszavakat és izraeli égettek. Jeruzsálemben és a megszállt Cisjordániában hetek óta fokozódik a feszültség. Bagdadban a hívők az Abu Hanifa mecsetben imádkoztak, majd elmentek a mártírok temetőjébe, hogy meglátogassák szeretteik sírját. Reméljük, hogy az iraki nép és az egész iszlámvilág biztonságban, békében és egészségben él majd, és Isten is úgy akarja, hogy véget érjenek a viszályok és mindenféle problémák. Legyen mindenki boldog, mondja egy bagdadi lakos. Az ima után meglátogatjuk halottainkat az Ádámia temetőben, hogy imádkozzunk. Isten bocsásson meg nekik ezen az áldott napon, teszi hozzá egy másik. A bosznia-hercegovinai iszlám közösség Szarajevóban ünnepel. A ramadán után a muszlimok többnyire lakomákat rendeznek, illetve meglátogatják családtagjaikat. A fesztivál kezdete hagyományosan az új holdhoz kapcsolódik, amely földrajzi helyzettől függően más és más időpontot jelent.